Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. Barát Tibor, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Na hát maradunk a németeknél, de itt van bankbiztosító, vegyipar, mindenféle. Abszolút így van, ugye nehéz. A legnehezebb az volt ma kiválasztani, hogy melyik részvények ugye tartanak a legnagyobb érdeklődésre számot. Igyekeztem ugye ezeket ugye kiválogatni. Mert hogy potyognak a gyors jelentések. Mert hát most tényleg ugye majdnem úgy esik, mint a tegnapi eső, tehát annyi jött belőle. Ugye az akár tengeren túlon, akár ugye Európára is igaz. Hát azt gondolom, hogy a Deutsche Bank az mindenképp az egyik kedvence itt a hazai befektetőknek, már csak ugye a nagy volatilitás kapcsán is. Ugye, és akkor ő jelentette a második negyedéves eredményét. Egyébként érdekes, hogy a papír ugye az elmúlt napokban ugye elég sokat emelkedett, tehát a piac ilyen pozitív várakozások. A bankszektor egész is emelkedett, de itt is pozitív várakozások voltak. Na hát ettől a gyors jelentéstől ez nem igazolódott be. Ugye láttuk, ugye az árbevétele egy elég jelentős 10%-os esést mutatott a tavalyi évhez képest, ugye ez egy 6,6 milliárdos, tavaly ugye 7,2 volt. Ugyanakkor a nyeressége az erősödött, ugye ami annak volt köszönhető, hogy kevesebbet céltartalékoltak, és hát alacsonyabb költségekkel dolgoztak, mint egy évvel ezelőtt, úgyhogy így az eredmény az egy 822 millió euró lett, tavaly ugye még ugyanebben az időszakban 408 volt, a piaci várakozás viszont 891 volt, tehát ehhez képest azért egy jelentősebb elmaradás volt, és hát régen hallottam ilyet, hogy egy cégvezetője, John Cryan, aki azt mondta, hogy a jelentősen javuló eredményesség ellenére a hosszú távú céljaikhoz képest azért még ez el vannak maradva, tehát hogy nem pozitív, tehát végülis hát ez akár pozitívan is lehetne fölfogni, hogy ez még nem az, amit ugye abszolút ugye terveznek. Hát ugye ebben ugye mondjuk igaza van, 2015-2016-ban még ugye milliárdos veszteségeket értek el, aztán utána rendezték ugye a jogi dolgokat, 8 milliárdért tőkét emeltek, és hát ehhez képest ugye ez egy jelentős javulás, viszont hát korábbi, tehát 2015 előtti nyereségességéhez képest ez mindenképp alacsony. Ma egyébként arra számítok, hogy a papír árfolyama az előző napi nagy emelkedések után csökkenni fog erre a gyors jelentésre. Aha, értjük. Jó. Nézzük tovább, ami egy picit talán ugye biztatóbb lehet, ugye ez az Allianz, aki szintén ugye kihozta az előzetes számokat, tehát ez még nem a végleges, mert az augusztus 4-én fogja hozni, viszont itt az operatív eredmény az 2,9 milliárd euró lett, ami 23%-os növekedés az egy évvel ezelőtti 2,4-hez képest, ráadásul úgy, hogy az árbevétele mindössze 2%-kal emelkedett. Ugye ez mondjuk ez az eredményjavulás annak is köszönhető, hogy az adó szintje a korábbi 33-ról 27%-ra csökkent, és hát ugye egy kicsit előre is tekintettek, azt mondta magáról a cég, hogy az operatív eredmény az egész évet tekintve a korábban említett 10,5 milliárd euró plusz-minusz 500 millió eurónak a felső szintjén fog lenni, feltéve, hogy rendkívüli események, krízisek, természeti katasztrófákkal ugye nem számolva. Hát azt gondolom, hogy ez ennek hatására az a papír már ugye már az elmúlt időszakban is ugye többet javult, most ugye az előkereskedésben is ugye még fölfele mozdult el, tehát én azt gondolom, hogy ez a papír az, aki javulni lesz képes. És ugye a harmadikként ugye a BASF, aki szintén ugye, hát azt nézzük, hogy az eredmény szintjén ugye teljesen remek eredményt ugye produkált, ugye a világ legnagyobb kémiai vegyipari koncernje egy jelentős növekedést produkált, ami elsősorban az olaj és a gáz üzletág területének ugye köszönhető, és az egész évre szóló eredmény előrejelzését is megemelte. Ugye azt mondta egyébként, hogy az idei évre az eredmény az jó 10, tehát az eredmény hányad, az a jó 11% lesz, korábban még csak ugye 10%-ot prognosztizált, és az árbevétel növekedése is meghaladja, vagy legalább eléri, legalább eléri a 6%-ot.
Tehát azt gondolom, hogy a BSF-nél ugye maga az eredmény is jó volt, illetőleg a éves eredmény prognózis is. Tehát a napelei, azt gondolom, hogy az elmúlt időszaki növekedés utáni profit realizálás után hosszabb távon mondjuk ez az a papír, amiben szerintem igazából majd gondolkodni lesz szabad a három közül, amit most ugye említettem. Világos. Oké, Tibor, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, jó kereskedést, szép napot! Köszönöm szépen, viszont sziasztok! Szia. Baráth Tiborral, az ESZTE befektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszélgettünk. Három fontos német rész. Így van, Deutsche Bank Allianz BSF került terítékre. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.